Hazaiak fehér felsőben és kék nadrágban, míg a Budapest Honvéd a szokásos szerelésében játszik majd. Józsi bácsi 75 éve. Garami József 75 esztendős. Az idén és az alkalomból köszöntik őt. Pölöskei. Sikerül megtartani a labdát. Pölöskei oda szépen a kapu elé. Érkezik a fejes fölé. Itt jön a beadás, kicsit meg is támasztja barátot, de erőszakos volt a spanyol támadó. És Kemenes is nagyon nyugodtan nézte a lefele hulló labdát. Barát. Portilla. Az jó lehet, az bizony, ha át is veszi és átveszi Joulá, kapu felé fordul, ott a lövőhelyzet. Mellé! Most megindulhat a kontra, mármint az MTK kontra, Horváth teszi be középre, de se. Cserko egy kicsit lelassul a labda a talajon, Cserko vezetheti rá egy az egybe, a védőkre! Gyönyörű! Végi bedobása után Szerzsó. Pölöskei. Felé a labda, aki fejjel teszi le Besének. Kanta, ott a lövés, gól! De ide szép megoldás! Gyönyörű játék vezet az MTK 34. percben. Horváth elindul befelé. Nagy, de jó labda! Ott a lehetőség! Kemenes! Horváth de szépen csinálta, és Sergio is remekül fordult le az emberéről. Sergio teszi középre, Kanta. Pölöskei, ott a visszapörgetett labda. Az még mindig nagy lehetőség, Kemenes! A második nagy helyzetét hagyja ki a spanyol egyetemista. Kanta megcsinálja a cselt. És befújja Kassai Viktor, megadja a büntetőt. Az 52. percben Kanta harcol ki egy 11-et. Kanta és Kemenes be a léc alá 2-0. Valamint Kemenes Szabolcs rázza a fejét. Védhetetlen. Kanta. Ott a fejes! Szépen tekeredik a labda a kapu előterébe. Kanta. Bizony jónak tűnik. Pölöskei teszi vissza Hídvégynek a labdát. A 16-oson Hídvégi ezt tűnően ellövi. Úgyhogy végül is ugye Kanta Józsi volt az, aki eldönti, eldöntötte ezt a találkozót, legalábbis eleddig, hiszen az ő két góljával vezet az MTK. De Dragan Vukmir szenzációsan játszik, na azért jól át, várjuk még meg. Hoppá! Kellett Kálnoki kis becsúszása, csak az oldalhálót érte a labda. Sima kékfehér győzelem tehát, az MTK játékosok méltón köszöntik a mestert, Garami Józsefet.